Na hello, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb árkos videóval, folytatjuk a single player-es kalandjainkat. Hát igazából lenne pár info, amit el szeretnék mondani. Eljutottam a fő helyre, ahol a legtöbb alapanyagot lehet szerezni. Hát ismeritek, ugye, hát egyértelműen nem kell elmondanom, hogy kitől. Igazából az előző videóban megemlítettem, hogy egy kicsit nekem valamiért rossz a játék, és észrevettem, hogy tényleg valami hibás, de hát már újra tölteni nem tudom, újra letölteni, letörölni, sajnos. Úgyhogy ezzel a hibával kell tovább élni, remélem ezt ti nem fogjátok annyira látni, mint én. Igazából nekem a videók fontosak, egyel, ugye, egyértelműen, mert hát én már sokat játszottam. Mindegy, hát... Na most nem, most nem. Előbb az volt. Igazából az a lényeg, hogy eljöttem erre a helyre. Hát így állok, egyszer meghaltam, vagyis inkább megöltem magam, mert meg akartam nézni, casual, easy vagyunk. Hát az easy is az annyira nem jó. A videó szempontjából jó, mert könnyen lehet tímelni, de mindegy, igazából single player, easy vagyunk. A kezdetektől kell, vagyis az alapoktól kell elkezdeni, videózáshoz tökéletes lesz nekem az a célom, hogy videózni tudjak. Kaptunk egy aimbört a kavicsból, ez az! Úgyhogy igazából nem bánom, mehet, igazából easy-n, amúgy se játszottam még, mindig médiumon, vagy hardon játszottam, vagy brutálon, játszottam, de easy-n alig játszottam, vagy csak párszor, pont ezek miatt, hogy nem lehetett annyira jól az állatokat kiúzni, vagy hát nem voltak annyira erősek az állatok, úgyhogy igazából ezért. De ez eredményezheti azt is, hogy erősebb állatokat tudunk fogni, nem például egy paraszaúrt, hanem egyből egy jó szintű trájkot, vagy egy brontót, ugye, vagy nagyobb állatokat tudunk fogni, egyből egy rexet, nem pedig egy karnót. Ugye például húsfarmoláshoz, meg hajtfarmoláshoz például azok. És most pedig, aki jön felénk, most OP kardot fogunk szerezni. Na, bazdmeg, ez följön ide. Nem tudom elmondani a mondókámat. Pont vele akarok izélni, mert én OP kardot szeretnék szerezni. Ugye, és van egy küldetés, a terror bird-öket kell megölni, és akkor van esélyünk kapni, ugye ez egy küldetés, és van esélyünk kapni OP kardot, és bizony nekem itt van, ugye, hunt terror bird, úgyhogy vadásznom kell hármat. Most a metal sword az most nem fog kelni nekünk. Az a lényeg, hogy le kell vadászni egy három darab terror birdöt, mert muszáj nekünk szerezni egy kardot a fejlődéshez, vagyis a haladáshoz. Jó, ez meg is van az első. Nulla élete van, kap már be. Jó. És igen, három darabot kell megölni. Ennek a cuccát ezt kiveszem, mert ez kelni fog. A kard az azért kell, hogy húst és hide-ot tudjunk farmolni, mert meg tudjuk védeni magunkat. Ide igazából a kard a megfelelő cucc ehhez, és ugye OP kardot ebből a küldetésből lehet csak szerezni, mármint úgy normálisat. Meg ugye nagyon... Nagyon könnyen meg lehet szerezni. Fú, ezért nem szeretem ezt a helyet, nagyon sok az állat, nagyon sok mindent kell betölteni a játéknak, és ugye... hát ezért laggolni is fogunk, ezért másik helyet akarok keresni, de itt a legjobb a lehetőség a farmolásra. Pont ezzel a Duodiculus-szal harcolnak. Ott egy otter? Hát mindegy, ezt fogni fogunk, így is úgy is fogni fogunk ottert. Meg ugye közel harcra kell a fegyver, hogy tankoljunk.
Most lovon is játszok. És már meg is vagyunk igazából, majdnem, hogyha ez nem szökik el. Ez egy szép fehér színű. Ne! Ah! Egy gyors utána megyek, bár nem egy jó ötlet, főleg itt. Elkap valami kapró, vagy valami sárkó. Jó, meg is van. Gyors, ki is megyek a vízből. És egy kéket kaptunk. Ez az. 191-es. Hát easy-re amúgy tökéletes. Szóval, hogy így tökéletes, easy-re. Na, ezzel már tudni fogunk fejlődni. Ennem kéne, hát bogyót, meg húst tudok enni. Na, ez tökéletes. Most már tudunk haladni rendesen, mert igazából most fémet kéne szereznünk, ami ott van a tetején, de igazából a lényeg, ami lényeg, hogy ugye húst kell szereznem. A hús az azért kell, hogy ugye kis... karnot is megölték. Hogy ugye megromlasszam, és akkor legyen romlott húsunk. Ugye ez egyértelműen ezért kell nekem. Hát ez a kard, ez easy-re, ez tökéletes. Annyira, de annyira tökéletes easy-re, hogy ezt el nem tudom nektek mondani. Tudunk hide-ot szerezni, meg hát igazából, ja. Simán ezt a stegót is legyapjuk, akkor a másikat is. Azt a spinót is meg kéne ölni, bár ahhoz kéne egy jobb páncél, egy full bőrpáncél legalább. Egy kicsit azért be vagyok ijedve, hogy hányas szintű, mert hogyha ne adj Isten, egy 30-as lenne, bár most nem látom, lehet, hogy a dipló megölte, bár nem hiszem. Jó, itt van egy csomó kitin is. Most így legyaplom. Arra kell figyelni, tényleg az most jutott eszembe, remélem, hogy én is tudok rá figyelni, hogy... itt nagyon sok állat van, eszméletlenül sok állat van. Hogy ne adj Isten, ha betörik. Durability 265, hát egyelőre nem. Egyelőre meg leszünk vele szerintem. Amire eltörik addigra, pont ott fogunk állni, ahol kell. És talán azt kéne csinálnom, hogy na már még egy kompion, ez hihetetlen. Fognom kéne egy bogyózós állatot, egy trájkot, a trájk az megfelel lenne, vagy egy stegót. Egy stegó tök jó lenne. Bogyózásra. Közben szárítanom a húst, mert ugye kiszedtem egy csomó állatból, szóval van 15 darab, az bőven elég. Igazából bőven elég mindenre. Eztán át is rakom. És bogyóból is van 17 bogyóm, igazából azt tudok szedni magamnak. Ezeket meg tudom ölni amúgy. Az nagyon veszélyes állat. Na, simán meg tudom ölni. Szóval látjátok, hogy ha ezt meg tudjátok csinálni, ezt a kardos küldetést, akkor innentől kezdve már nincs mitől félni. Ja, meg ugye... Ott van még egy spinó, akkor meghalt a spinó, és spónolt egy új. Jó, ezt megtudtuk. Na, az a lényeg, hogy nézni kéne egy jó kis stegót. Hát ott is van. Oda megyek hozzá. Nem tudom, hogy megetámadt, a közel megyek amúgy. Egy 8-as, tökéletes. Tökéletes. Tuti nem lehet lebolázni, szóval igazából engem annyira nem izgat. Szerintem 15 ez elégnek kéne lennie. Hát remélem, hogy elég lesz. Ha nem lesz elég, az eléggé.
Bullshit lesz, na mindegy, meg ne ébredjen fel, meg ilyenek. Meg ne támadja meg senki, de igazából elkezdem lőni. Próbálom fejbe azért. Pont éjszaka is lesz, ez annyira nem jó. Hogy mindjárt meghalok a stegótól. És nem látok semmit. Na, jó, kifeküdt. Remélem, hogy ez a faszkalap, mármint, hogy nem támadja meg ez az állat, vagy gyűlölöm ezt az állatot amúgy. De tényleg. Annyira gyűlölöm, mármint nagyon erős állat, és pont ezért gyűlölöm, hogy... Jó, meg tudtam ölni egyből. Erre voltam kíváncsi. Mert ez engem tökre idegesít, hogy itt van. Jó. Megnyugodtam. Akkor szedünk egy kis bogyót. Igazából van fekete bogyaszunk. Nem tudom, hogy tímeljem-e 10-szeressel. Hát ez gyerekek, ez nagyon keveset ad. Az a cink, hogy ez ilyen, ugye, azért érdemes 10-szeressel, mert az ilyen kis szintű állatokat is így, ilyen nagyon nehezen tímeli le, szóval oly mindegy, easy-n játszunk, szóval kell hozzá 10-szeres így is, úgy is. Szóval ez most nem egy olyan dolog, hogy egy 8-as stegó, és akkor 10-szeresbe adja neki. Hát persze, beadom neki, mert úgy se lesz nagyobb állat, amihez kell a 10-szeres, meg igazából nem számít a 10-szeres booster nekem. Most az a lényeg, hogy haladjunk, mert 10-szeres boostert lehet farmolni, és én azt majd megmutatom nektek a következő videókba. Viszont most megmutatom azt, hogyan lehet az első 10-szeres boostert megszerezni nagyon könnyen, ez pedig a megapirannyással, és már meg is szereztük hozzá a kardunkat, ugye ez volt a lényege, a másik lényege, hogy meglegyen a kardunk hozzá, hogy könnyen meg tudjuk ölni, mert ugye tehát csákánnyal, meg egyebekkel nem lehet. Vagy csak az a lényeg, hogy jöjjenek ide, bár ugye egyelőre nem láttam, és meg a piranyából is egy hármat kell megölni, azt hiszem. És akkor jók vagyunk. Szalmot sose üssétek meg, mert akkor az összes ide jön. És igazából effektet ad nektek, és nagyon könnyen meg lehet halni amúgy. A megapirányák úgyis ide jönnek, szóval egyébként pont nincs egy se. Még azért a zöld dropért elmegyünk. Ott látom az ottert, de meg a piranyát, hát ezt nem látok. Na mindegy igazából. Ó, tökéletes, tökéletes cuccokat kaptunk megint. Kicsit visszamegyek a másik irányba. Hát igen, itt azért ezektől is tudok laggolni. Látjátok, lehúztam, és akkor már nem is laggolok tőle. Ezt a spinót, ezt én megölöm, ha meg tudom. Csapjad! Nem tudtam megölni, ne! Ne! Arrébb jöttem, mert a szemembe sütött a nap, és nem tudtam megölni ezt a szerencsétlent. Mindegy, leszpónolunk újra, és gyorsan visszamegyek, felszedem a cuccomat. A stego az annyira nem izgat, hogyha fölébred, mert újra ki tudjuk ütni. Igazából az izgat, hogy éjszaka van. Látjátok, itt bugol egy kicsit a játék. Jó, hát én itt megpróbálom visszaverekedni magam addig.
Na, itt is vagyok, itt vagyok. Hát közben elkalandoztam egy aranydrop irányába. Hát semmi nem volt benne, köszönjük. Mindegy, akkor menjünk. Én itt is vagyok már, igazából. Mert ja, meggyűjtöttem egy kis fémet, volt ott pár fém, azt kiszedtem. Aj, itt egy tapajdzsera. Mindegy, igazából nem számít, ha elmegy. Most nem számít, de mindenféleképpen kelleni fog. Négyes level, az elég cink. Lehet egy nagyobbat kéne szerezni. És akkor visszamegyünk a cuccainkért, tehát én ezt a Spinót ezt meg kéne ölni. És itt van egy piranya. Akkor ezt újra aktiválom. Megnézzük a Stegót. Jó, hát ez Stegó sose fog felkelni amúgy. És a piranya, lehet, hogy ötöt, vagy hármat kell megölni. Ötöt kell megölni, igen. Hát ötöt kell megölni, az egy kicsit több, mint a három. De csak kettővel visszaszerezném a cuccaimat. Valahol itt van egy majom, ott haltam meg. És ezt a Spinót ezt így meg kéne ölni. És le kéne rakni egy ágyat. Ezt nem szabad elfelejteni. Á, gyere! Jó, mindjárt megvan. Jaj, nincs rajtam páncél. Ja de! Ja nem! Ezt föl kéne azért venni. A 11,3, van páncélok között is különbség. Menj már innen! Jó, te is. Jó, az level 11-es volt. Most máshol is kell nézni a szinteket. Mindegy, akkor menjünk a pirányákhoz. A Spino elment konkrétan. Elvileg itt mutassa. De hát itt egyet már megöltünk. Ú, itt van egy Boreanix. Ú, bakker. A Boreanix-et is meg kéne ölni amúgy. Na mindegy. És hol itt a pirany? Azt mondja, itt van. Akkor erre gondol? Ó, ez egy level 13-as. Fullos. Bár gyere ide! De most, na jó, ezt is megöltük. Akkor menjünk el erre, addig úgyis kinappalodik. Menj majd a diló. 200 méter, azt a. Ja, itt van. Ő. Valahol. Az a jó, ha bemész a vízbe, igazából egyből rád jönnek. De. Nem látom. Néha ez könnyebben szokott menni, annyit fűznék hozzá. Most nehezebben megy. Itt egy hód, itt vannak hódok, itt, és ott van egy darab, kettő. Jó. És kéne még egy. 400 méter, hogy ne? Na? És Skorpió? Ezt megöljük. Mert érdemes megölni ezeket az állatokat, mert van bennük, ugye droppolnak egy csomó mindent. És ugye azokban van narkotikus dárc, szóval lehet, hogy jobban kijön, ha megszerzitek ezt a kardot, és utána öltök skorpiót, karnót, meg egyebeket. Persze ez szintől is függ, hogy milyen nehézségi fokozaton játszotok, mert hát brutálon nem biztos, hogy ennyire merész lennék. De hát a brutál az másra jó igazából. Nem is arra, amire kéne. Nem igaz, hogy nincsen.
Nincsen, visszamegyünk, visszamegyünk. Az a tuti, mert ott mutassa a pirányát, de visszafelé is lehetnek, hogyha spónoltak újak. Akkor inkább azt megsasoljuk. És reméljük, hogy lesz, és akkor tudunk haladni. Aztán csinálok ládákat, hogy jobban tudjam romlasztani a húst. Meg ezeket a brontókat tök jól lenne befogni, ez egy tök szép brontó. Level 14-es, és az is egy ugyanilyen. A brontó az most nagyon jól jönne, főleg egy platformos brontó. 16-os, oh. Mert amúgy végtérés költözhetnénk brontóra is. Mondjuk azt mire arrébb rakjuk, mert hát igazából lehet jó lenne a brontó. Mert most én mindig kőházat szoktam csinálni, a szokásos kőház amúgy. Most itt ki is jelezte, hogy itt spawnolt új. Szokásos kőház, egyéb. Lehet ezeket a single player-es videókhoz jól jönne egy brontóra költözni. Jó kiúzni a brontót, craftolgatni rajta, és akkor... Még a brontó is tud laggolni, szóval az se egy jó ötlet. De mondjuk foghatunk brontot, mondjuk, ja, mindegy, meglátjuk. Meglátjuk, ez mekkora hal. Na hol van ma a piranya? Itt van 2 darab. Jó, köszönjük szépen. Meg is van, 200 XP-t is lehet kapni. Ezért is jó küldetést csinálni, mert kapsz hozzá XP-t is, és itt a 10-szeres boosterünk. Megyünk vissza. Mondjuk Stego nyerget. Na ez is kérdéses. Lehet, hogy ezt kéne kiütni. 16-os, ez hányas? 8-as. És ez hányas? 2-es. Akkor ezt megöljük, és inkább a trike-ot ütöm ki. Már csak azért is, mert a trike-nak vannak különleges képességei, meg hát nagyobb szintű. Igazából ezért. Úgy nem biztos, mert hogyha elvesztettem a... Ja, nem vesztettem el, csak... jó. Akkor ezt a trájköt ezt én itt kiütném. Mert nagyobb szintű. Bár én Stegót nagyon szeretem. Ennyiből csak meg lesz, hát... Ja, meg ízint könnyebb izé gigát fogni. Tényleg, az is. Könnyebb gigát is fogni. Annyi van, hogy akkor ezt benyomjuk neki. Reméljük, hogy nem hal meg. Akkor ezt is beadjuk, de mivel... Ah! Mi történik? Mi történik? Elmegy. Ha! Lehet gyorsan kilépek, aztán vissza. Na, újra itt vagyok, újra beléptem, és mit akarok mondani? Közben egy videóvágás, azt se tett jót, szóval azt szüneteltettem, el is felejtettem, hogy megy a videóvágás, szóval. És látjátok, hogy evett egy, és így is alig, még 4-szer kell lennie, 10-szeres boosterrel is, kb. 4-szer kell lenni, hogy meglegyen. Hát meg, sose szerettem az árba, majd erről is sokat fogunk beszélni, hogy ugye eleve nem is éri meg mondjuk kis szintű állatokat befogni annak jegyében, hogy hamarabb meg lesz, mert nem biztos, hogy hamarabb meg lesz, és nem biztos, hogy megéri feláldozni egy 10-szeres boostert egy olyan embernek, aki nem tudja, hogy hogyan kell farmolni, vagy éppen kigyűjti, és inkább egy 15-szörös boostert szentel rá, vagy egy 3-szoros boostert, ez pontosan nem tudom, hogy van-e még a játékban, de lehet, hogy már nincsen. Azt nem tudom. Megnézzük. Jó van, valamiért ezeket... Ó, megvan a trike. Megvan a trike-unk, és kell rá egy nyereg, és megint belaggoltam valamiért. És ez miért van? Ez miért lakatos?
Nem is így nézett ki nekem, hát mindegy, most lakat lett belőle. Mert minden dollárba lett, eddig forintba volt, szóval nem tudom, hogy miért lett ez így. Igazából mindegy. Mindegy, tekintsünk el tőle, lehet ez a hiba, valamit csináltam, vagy történt a telefonnál. Ezt megöltük. Mindegy, én beletörődök egyelőre, én így nyomom. Engem nem izgat, úgyse vásárolnák semmit. Na, mit támad? Na, kéne egy trike nyereg. Trike. És mi kell a trike nyereghez? 25 fa. Na ezért is akartam. Olcsó, az a lényeg. Azt a kék droppot azt én lehet, hogy megnézném szívesen. Szívesen. Megsasolnám, meg közben eszek egy kis húst, és akkor gyors elmegyünk érte. Jó, jön a trike, az a lényeg, és a trike-ba tudunk pakolni is, akár. Hát nem hiszem, hogy a trike-nál van erősebb állat, úgy jelenleg. Maximum egy spino, vagy egy Baryonyx, vagy valami olyasmi állat. Vagy ez a dobálós genyó. Oh! Nem áll. Hát ez hihetetlen. Ez... Gyűlölöm ezt is, pedig nagyon jó farmoló állat. Ne, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. De hogy... Hogy öl meg eleve hamarabb, mint én. És megint meghaltam a harmadik napunkon. Gyorsan megint vissza szambózok, és már tényleg lerakok egy ágyat, mert az ágy miatt nem tudunk haladni. De gyorsan visszamegyek. Na, itt is vagyok. Az a lényeg, hogy mindig rakjatok le egy ágyat, hogy ne kövessétek el azokat a hibákat, amiket én. De nézzük, hogy hol haltam meg. Valahol itt, nem? Körülbelül valahol itt. Vagy még beljebb egy kicsit. Húha. Ott van. Ez az. Mi? Ne! Ja, a trike ölte meg a terizinót. Hú, de megnyugodtam. Hú, bakker, azt itt úgy levert a víz, azt hittem, hogy a fordítva történt, hogy a Terizino ölte meg a trike-ot. Na, ez a jó trike-ba. És akkor mit akartam? Rárakni ezt, van egy csomó cucc nála. Igaz, hogy már nincsen HP-ja. Ezt gyorsan meg akarom oldani. És eljutottunk a videónk végéhez lassan. Igazából. Már csak azért is, mert megvan az OP kardunk, fogtunk egy trike-ot, volt egy 10-szeres boosterünk, és nem akarom elizélni magát a videót, hogy most mindent csinálunk, szóval fel kell osztani. Ez is sikerült egy fél órás videóra. Következő részben igazából már kicsit letelepszünk itt, már csak azért is itt, mert itt van egy, lehet farmolni egy csomó mindent. Kicsit összeszedjük magunkat, meg hát a trike-ot itt most nem tudom hova vinni. Igazából... Igazából ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett, ha tetszett, akkor lájkoljátok, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornára. Igazából ez a rész, ez ennyi lett volna.
Folytassuk a következő videóval, amiben szerintem hát igazából az lesz, amit elmondtam, mert nem tudom, most nem tudom, hogy pontosan mit fogunk csinálni, mármint a gyűjtögetés, hogy hol fogunk letelepedni, ezt még nem tudjuk, meg hogy milyen állatokat kéne befogni, hát egy repülő állatot kéne befogni. Úgyhogy, ja, meglátjuk, meglátjuk. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, és akkor találkozunk a következő részben. Sziasztok!